ügyességi bemutatóval kezdődött a 10. jubileumi motoros véradás Nyíregyházán. Szombaton reggel a Kossuth téren találkoztak a két kerék szerelmesei, majd a bemutató után együtt vonultak át a sóstói múzeum faluba. Az idei motoros találkozón sokan adtak vért. Molnár Zoltán fiával érkezett, és azt mondta, számára fontos, hogy a motoros közösség részeként segítsen a rászorulókon. Én úgy érzem, hogy itt kell, hogy legyünk, mint motorosok, segíteni egymásnak, és nem is adja egymásnak, hanem azoknak a beteg embereknek, akiknek szüksége van a vérre. A motoros véradás már a országos hírűvé vált. Jelezte ezt az is, hogy a Magyar Vöröskereszt főigazgatója is eljött a sóstói múzeum faluba. Nagyon fontos, hogy ez egy motoros találkozó, és a motoros találkozó szervezői és a Magyar Vöröskereszt közösen vállalkoztak arra, hogy véradással egybekötik ezt a rendezvényt. Számukra azért is nagyon lényeges, hisz ha ma nem is, de máskor ez általában már a szabadtéri rendezvényeknek a nyitó eseményeként is értelmezhető, és bizony, amikor összejön 150-200 véradó, az már nálunk is a nagy véradó események közé tartozik. A rossz idő ellenére is 140-en jelentkeztek véradásra, akik közül 111-en adhattak vért. Közülük 23-an először tették ezt, ketten pedig célzottan családtagjaik számára adtak vért. A főszervező azt mondta, egyre nagyobb az érdeklődés a motoros véradás iránt. 10 év alatt több mint 5000 emberrel segítettünk, akinek vére van szüksége. Évről évre jelentősen nőtt a létszám. Első alkalommal még 100 motoros jött el. Tavaly a 9-en már 2500 motoros volt. Az egésznapos rendezvényen koncertekkel és közös bográcsolással is várták a látogatókat. Az esemény szervezője azt mondta, a hűvös idő ellenére is legalább 2000-en voltak a múzeum faluban.